szeretettel köszöntünk mindenkit. Én Magyar Klára vagyok, és a következő egy órában az országgyűlés alelnökével, a Mi Hazánk elnök helyettesével, Dúró Dórával fogunk beszélgetni. Első körben ugye viszonylag közel vagyunk az iskola kezdéshez. Ugye statisztikák azt mondják, hogy olyan 20-30 ezer forint egy diáknak a beiskolázása, ami az első osztályosoknál akár 60 ezerre, sőt, akár 100 ezer forintig is el tud menni, ugye táska meg mindenféle tisztasági csomag meg minden függvényében. Mit gondol a Mi Hazánk az iskola kezdés nehézségeiről, és hogyan változtatná meg azt? Szeretettel köszöntök én is mindenkit, és valóban így augusztus 20-a után már a szeptemberi iskola kezdésre figyelnek a diákok és a szülők, meg a pedagógusok is, és sokan bizony nagy nehézségekkel kell, hogy szembenézzenek anyagi értelemben is, hogyha a tanszercsomagot meg szeretnék vásárolni. Egyrészt a Mi Hazánk mozgalomnak már az alakulása óta kezdődő javaslata, hogy a gyermekneveléshez szükséges cikkeknek az áfáját azt a minimális szintre kellene csökkenteni, és ebbe elsődlegesen beletartoznak a tanszerek, iskolaszerek is, amelyek nagyban megkönnyítenék azt, hogy a szülőknek pénzkérdés legyen, vagy nagy nehézséget okozzon az iskola kezdés. A különböző felmérések azt is mutatják, hogy sokan akár hitelfelvételére is kényszerülnek ilyenkor, ami egészen döbbenetes és felháborító. De hogyha megnézzük az oktatási rendszer mostani helyzetét, hogy mekkora pénzkivonások sújtották ezt az ágazatot az elmúlt években, akkor sajnos még borúsabb képet látunk, hiszen megjelent az általános iskolai tandíj nem egy helyen. Tehát szülők panaszkodnak arról, hogyha jobb iskolába járó gyermeküknek szeretnék ezt a helyzetét fenntartani, akkor az iskola részéről segítségkérés formájában ugyan, de erősen ajánlott az iskola alapítványának pénzt befizetni ahhoz, hogy a gyermek ott maradhasson, illetve hogy a pedagógusok megmaradjanak az iskolákban. És az, hogy mekkora pedagógus hiány van, az is elsősorban a gyermekeket sújtja, és ez sajnos a következő években még inkább fog súlyosbodni. Tehát az anyagi terhek mellett az oktatás színvonala is visszaesik, elsősorban a pedagógus hiány miatt, és ez már sajnos a különböző mérésekben, kompetencia mérésekben is megmutatkozott. Az utóbbi hónapokban közel 5000 tanár hagyta el a pályát, amiről csak tudunk, ugye a státusztörvény miatt is, illetve az élhetetlen körülmények miatt is. Ugye ez egyrészt szól az alulfizetettségről, másrészt a túlterheltségről, ugye mind a tanárok, mind a diákok részén. Mit tenne a Mi Hazánk ez ellen? A kormány önmagában azt is elvitatja, hogy pedagógus hiány lenne Magyarországon, holott ahhoz, hogy megoldjunk egy problémát, az első lépés lenne, hogy szembenézzünk vele, és kimondjuk egyáltalán a létezését, de erre nem hajlandó a magyar kormány, azt mondják, hogy nincs itt semmi látnivaló, és különböző statisztikai trükközésekkel igyekeznek elhitetni egyébként a közvéleménnyel is azt, hogy az oktatásban semmi probléma nincsen. Erre szeretnék most néhány konkrét számadattal rácáfolni. Az mögöttünk hagyott tanévben új pedagógusként belépett a rendszerbe 1884 tanár, és a pálya elhagyóknak a száma, nagyságrendileg ez az 5000, amit te is említettél, tehát egy évben 3000-es mínuszban vagyunk, így alsó hangon, és egyébként a státusztörvény nyilvánosságra kerülése után nagyságrendileg egy hónap alatt 500-an mondták azt, hogy ők felállnak és köszönik szépen, de nem folytatják pedagógusként a pályát. Ez az 1884-es belépő szám, ez nem csak azért nagyon súlyos és nagyon alacsony, mert közben többen hagyják el, hanem hogyha megnézzük azt, hogy 6 éve hányan kezdték el a pedagógus képzést Magyarországon, tehát hányan kellett volna ideális esetben, hogy most elkezdjék, akkor ez a szám több mint 9000. Tehát ez önmagában mutatja, hogy 9000-en kezdik el a pedagógus képzést egy adott évben, majd, ha normál tanmenet szerint befejezik az egyetemet, akkor csak 1800-1900 fiatal kezdi el ténylegesen a pályát. Ez az két szám önmagában mutatja, hogy válságban van Magyarországon a pedagógus képzés. Hát ilyen alacsony hatékonysággal működtetni valamit, ez egészen elképesztő téboly, és mutatja azt, hogy senki gyakorlatilag, aki más területen el tud helyezkedni, nem szeretne belépni az oktatási rendszerbe. És itt álljunk meg egy pillanatra, mert én őszintén hiszem és meggyőződésem, hogy az egyik legszebb hivatásról beszélünk. Tehát az, hogy valaki
nem csak, hogy ismereteket ad át a gyerekeknek, hanem minden egyes nap ő arra teszi fel az életét, hogy a gyerekek elé kiáll, és példát mutat számukra arról, hogy hogyan kell beszélni a másik emberrel, hogyan kell viszonyulni hozzá, hogyan kell róla gondoskodni, hogyan kell őt szeretni. Ez nagyon-nagyon fontos hivatás. És ezeket az embereket társadalmilag, anyagilag és a kisközösségekben is meg kellene becsülni. A pedagógusnak a közösség, a nemzet egyik legmegbecsültebb tagjának kellene lenni. És ezt a magyar kormány 13 éve nem képes felismerni. És ez az, ami tragédia. Ez a tragédia. Mert ha visszagondolunk a klebesbergi időkre, hogy akkor a tanító az egész faluban, az egész városban egy ismert, megbecsült ember volt, akinek messziről előre köszönt mindenki, akit mindenki ismert, és az ő szavára adtak. Ma már ez nem így van. A pedagógusok tekintélyét is egyébként a liberalizmus, elsősorban a liberalizmus döntötte romba, mert az ő fegyelmezési jogköreiket elvették a szocialista SZDSZ-es kormányok még, és egyébként a Fidesz kormány sem adta vissza, és ma a tanároknak fegyelmezési lehetőségük sincsen, hogyha ő megpróbálja normális viselkedésre rábírni a renitens tanulókat, akkor még majd a tanárt fogják elővenni. Tehát ez is egy óriási probléma, és ennek a szerepnek a megváltozását eredményezte. De hát visszatérve akkor a pedagógus képzésre, önmagában mutatja ez a két szám, hogy mekkora válságban vannak, és az anyagiak mellett egyébként a szakmai szabadságról és a munkajogi, munkaügyi körülményekről is érdemes beszélni. A státusztörvény hatályba lépésével nem mondhatjuk el azt, hogy az eddigi helyzetből, ami már önmagában ezt a nagyjából 15 ezres pedagógus hiányt eredményezte, a pedagógusok mondjuk minden egyes tekintetben jobb helyzetbe kerültek volna. Számos olyan kérdés van, amit hol sunyi módon, hol pedig teljesen nyíltan, de a pedagógusok eddigi helyzetét tekintve rosszabb irányba mozdított el a jogalkotó. De már önmagában az, hogy a belügyminisztériumhoz tartozik az oktatásnak az ágazata, aminek egyrészt egy önálló minisztériuma kellene, hogy legyen, másrészt az oktatással soha nem foglalkozó Pintér Sándor az, aki kimondja a végső szót ezekben a kérdésekben, ez egy óriási abszurdum, és Magyarországon kívül csak Nauru az az ország egyébként, ahol a belügyminisztériumhoz tartozik az oktatás, tehát egészen döbbenetes, ahogyan a kormány bánik ezzel az ágazattal, és ahogyan bánik a pedagógusokkal. A fizetések ugye, arról nagyon sokat beszéltünk már, valóban rendezni kellene, de itt is szeretnék azért rávilágítani a kormánynak a kettős beszédére, és arra, hogy mennyire cinikus módon érvelnek ezzel, hiszen eddig az volt a kommunikációjuk, hogy Brüsszel miatt nem lehet emelni a pedagógusoknak a bérét, legújabban pedig már azt mondják, hogy a óriási, soha nem látott mértékű pedagógus béremelést, ami olyan, mint Kalambó felesége, még soha nem látták, csak mindig beszélnek róla, az annak csak a 10%-át fogja Brüsszelből, illetve uniós forrásokból finanszírozni a kormány, a többi 90%-ot majd nemzeti forrásból fogják rendezni. De ez mind szép és jó, de akkor miért nem adják oda most azt a 90%-os béremelést, és akkor a 10%-on rugózhatnánk. És a jövő évi költségvetéssel kapcsolatban is éppen azt nyilatkozta Maruzsa Zoltán a napokban, hogy a 10%-os béremelésnél magasabb béremelés is elképzelhető a jövő évben a pedagógusoknál. Mondják ezt akkor, amikor egyébként például az e-havi infláció 17%-os volt, tehát egészen elképesztő arcátlanság, amit ebben az ügyben is tesznek. Holott egy nyugodt, kiegyensúlyozott, tisztességes, értelmiségi létet biztosító bérre van szüksége a pedagógusoknak, amivel tudnak tervezni hosszú távon, és egyébként azzal semmi probléma nincsen, hogy a különböző teljesítmények differenciálása jelenjen meg a bérekben is, hiszen aki többet foglalkozik a gyerekekkel, többet tanít, többet dolgozik, az nyilván keressen többet egész nyugodtan, mint az, aki mondjuk kevesebbet. Ezzel önmagában semmi probléma nincsen.
De azt, hogy ezt hogyan hajtják végre, és mit művelnek a pedagógusokkal, akár a minősítéseken, akár a portfólióval, akár az adminisztrációs terhekkel kapcsolatban, amit szintén említettél, az megint egy más kérdés. Ez a kormány ezt sem hallja meg, hogy a pedagógusoknak egyébként nagyon nagy része sok olyan munkát végez a napi gyakorlatban, amihez egyébként nem kellene pedagógusnak lenni, hanem a nevelési oktatási munkát segítők lennének azok, akik el tudják ezeket a feladatokat végezni, hogy az elsős gyerekeknek felvágják a rántott húsit, mert nem tudják elvágni maguknak, vagy a különböző órai felszereléseket beszerezzék, hogyha valami kísérletet szeretnének például elvégezni, de számos más olyan feladat van, amit a pedagógusok látnak el, de egyébként nem az ő feladatuk lenne. Ugye a nemzeti alaptantervet is elég sok támadás éri, mivel sem az általános iskolai, sem a középiskolai tanterv sokak szerint hát nagyjából alkalmatlan arra, hogy a diákok normálisan tudjanak belőle tanulni. Ugyan rengeteg olyat hallunk általános iskolás kötelező olvasmányokról, amik különböző kortárs művek, olyanok, amik semmiben nem viszik elő a gyermeknek az identitás fejlődését, az értékekre nevelését, illetve középiskolában is sokan hiányolják az olyan tantárgyakat, mint például a háztartástan, adminisztrációs ügyeknek a lefolytatása. Mit gondol erről a Mi Hazánk, és hogyan változtatná meg a nemzeti alaptantervet, ha tehetni? A nemzeti alaptantervvel a legnagyobb probléma, hogy túlterheli a gyerekeket. Tehát egészen egyszerűen olyan mennyiségű tananyagot tartalmaz, amit az adott életkorban lévő gyerekek egész egyszerűen vagy nem tudnak megtanulni, vagy egyébként fizikai képtelenség is. Tehát nekem 4 gyermekem van, 3 általános iskolás, 7-es, 5-es, 3-os, de néha olyan mondatokat kell kívülről megtanulni egy 3-os vagy alsó tagozatos gyereknek, amit felnőttként is több perc mire értelmezni tudok, és biztos vagyok benne, hogy egyébként a gyerekek már másnap el fogják felejteni, mert semmi értelme nincsen, nem az ő nyelvükön szól, nem az ő szintjükön magyarázza el az adott egyébként valóban fontos természeti jelenséget, a tankönyv, illetve a másik, hogy olyan dolgokat kell nekik megtanulni, ami az ő élet, aminek az ő életükhöz semmi köze nincsen. Tehát, hogy alsó tagozatos környezet tankönyvben a papírgyártás 9 lépését valakinek meg kell tanulnia, annak szerintem a világon semmi értelme nincsen. A világon semmi értelme. És nem értem, hogy akik ezeket a tankönyveket összeállítják, meg ilyen-olyan bizottságokon átmennek, ők ezt miért nem veszik észre? És ez nem is az a baj, hogy nem érti meg a gyerek, hanem ez még kárt is okoz, mert el is veszi a gyereknek a kedvét a tanulástól, az iskolától, az adott tantártól. És ez az, ami sokkal nagyobb probléma, mert egyébként élményszerűen meg lehetne nekik tanítani ezeket a dolgokat, akár a hétköznapi élethez jobban kapcsolódó dolgokat, hogyha olyan mentalitás uralkodna a magyar oktatási rendszerben, de sajnos e tekintetben hát nagyjából a 70-es évek környékén járhatunk körülbelül, ott leragadtunk, és azóta így csak vonszoljuk magunkat. A másik, ami nagyon nagy kihívás, és így mondom, azok az okos eszközöknek a használata, és leginkább az okos eszközöknek az okos használata. Tehát az a jelenség, hogy 10 éves fiatalok, vagy akár már 10 éves fiatalok naponta órákat töltenek el a mobiltelefonjuk előtt, és görgetgetnek különböző értéktelen, gagyi, sokszor trágár tartalmakat, és gyakorlatilag ezek a közösségi médiumok nevelik fel a következő generációt, ez tragédia. És ezzel kapcsolatban ajánlom mindenkinek a figyelmébe Pécsi Ritának a könyvét, a Fejleszt vagy Rombol címmel, amelyben összeszedte egyébként azokat a tudományos eredményeket, amelyek kimutatták azt, hogy a gyerekeknek az idegrendszeri fejlődését, az ő akár az intelligencia szintjüket hogyan befolyásolja, ha túl sokszor és sokat használják ezeket az okos eszközöket. Nem beszélve arról, hogy milyen veszélyei vannak, és most itt nem csak az zaklatásokra gondolok, hanem hogy függőség alakul ki, illetve a gyerekek nem szereznek érdemi az életből vett valós élményeket, hanem ezekben a különböző virtuális világokban élnek, és azt kezdik el valóságnak gondolni,
és egyre több olyan gyerek van, aki nem tud különbséget tenni, hogy valami csak a virtuális térben történt meg vele, vagy ténylegesen megtörtént vele. Tehát ezek olyan új kihívások, amikre az iskolának is, és hát nyilvánvalóan a szülőknek is választ kellene adniuk. A szellemi fejlődésre egy kis számadat a speciális nevelési igényű gyermekekkel kapcsolatban, hogy a tavalyi tanévet az elsősök 5,2%-a kezdte évismétlőként egyébként, és az SNI-s gyerekek aránya az elsősök körében 7%-ra nőtt, ami 8. osztályra 10%-ra növekszik. Ugye itt egyrészt az is kérdés, hogy ezeknek az okos eszközöknek a használata hatással lehet-e erre a tragikus számra, egyrészt, másrészt pedig, hogy az oktatási rendszer mennyire van felkészülve ezekre a speciális nevelési igényű, illetve a figyelemzavaros, az enyhe viselkedési zavaros gyermekekre. Ezek a számok újabb szöget vernek a magyar oktatási rendszernek a koporsójába. Tehát az, hogy az első osztályosoknak az 5%-a megbukik, tehát ezt ízlelgessük már egy picit, az első osztályosok, tehát nem arról van szó, hogy egyetemi vizsgán valaki megbukik, hanem az általános iskola első osztályosok. Úgyhogy egyébként a többi évfolyamon van, ahol az 1%-ot sem éri el a bukottaknak az aránya, de 2% fölé nagyon-nagyon ritkán szokott menni. Ez is egyrésztről a COVID lezárásoknak a következménye. Tehát az, hogy ennyi SNI-s gyermek lett, az nyilvánvaló, hogy befolyásolta azt, hogy bezártuk a saját gyerekeinket is hónapokra a digitális eszközök elé, minden társadalmi kapcsolatuktól, minden kortárs közösségtől megfosztottuk őket, és ez nyilván egészen más viselkedés mintákat alakított ki bennük. Nem csak az iskolákban jelentkezik ez, hanem a különböző pszichés zavarokkal élő gyerekeknek, vagy az őket ellátó intézmények folyamatos túlterhelésével vannak, nem véletlenül, ez is nyilvánvaló következménye azoknak a lezárásoknak, amik ellen egyedül egyébként a Mi Hazánk emel szót már akkor is. De az, hogy az SNI-s gyermekek száma ennyire magas a rendszerben, az szintén egy olyan jelenség, amire a pedagógus képzést elvégző tanár nincsen fölkészülve. Tehát ráadásul ugye ez egy országos átlag, tehát ők nagyon sokszor tömbösítve vannak az adott régiókban, és itt Miskolc környékén, meg Borsod-Abaúj-Zemplén megyében ez különösen fontos lehet. Tehát ezek a gyerekek sokszor tömbösen jelentkeznek az iskolákban, és a pedagógus képzés nem készíti fel a tanárokat arra, hogy ezekkel a helyzetekkel tudjanak valamit kezdeni. Másrésztről pedig, amit említettem, hogy hogyha a tanár intézkedik is, nem ő lesz az, akit az állam vagy a törvény megvéd. Itt utalok egy konkrét esetre, amelyről kapcsolatban a parlamentben is felszólaltam. Aszódon történt egy gyermekbántalmazási ügy, és az iskolai erőszak, mint téma, szintén kapcsolódik ide. Ott olyan terrorban tartotta 2-3 gyerek az egész osztályt, hogy az a fiú, akit bántalmaztak, ő sem merte megmondani, hogy itt bántalmazás történt. Az történt egyébként, hogy őt orrba verték, és le is tört az orrából egy darab, és nem tudták az iskolában elállítani a vérzést, ezért kihívták a mentőket, akik beszállították a fiút a 60-i kórházba. Még a kórházban is azt mondta a fiú, hogy ő elesett, és azért történt ez a sérülés, de a kórházban az orvos mondta azt, hogy ilyen sérülés elesésből nem tud keletkezni, itt nyilvánvaló, hogy ütés történt, és csak miután az orvos ezt ilyen határozottan mondta, az után mert elmondani a fiú egyáltalán, hogy igen, őt megütötték, és ilyen sérülést okoztak neki. Majd kiderült az, hogy az egész osztályt gyakorlatilag terrorban tartja ez a 2-3 túlkoros, több iskolából odaérkezett gyerek, és őket is sorozatosan megalázták, letérdeltették, nem is mondok el mindent, hogy mikre kényszerítették őket, de mint csepp a tengerben mutatja, hogy itt is, ha az édesanyja nem ennyire karakán és áll ki a gyermekéért, akkor egyébként az iskolaigazgató is, a klik is abban érdekelt, hogy eltusolják ezeket az ügyeket, és itt is megtettek mindent azért, hogy ez ne derüljön ki, mert akkor az iskolának rosszabb lesz a híre, inkább húzza be fülét, farkát az áldozat, és itt is egyébként az lett a vége, hogy az áldozatnak kellett odébb állnia, és másik iskolába mennie, mert az egész rendszer nem csinál semmit azzal az elkövetővel, akit egyébként már két másik iskolából
is eltanácsoltak, tehát neki hetedikes, ez a harmadik iskolája, azért, mert azokban is erőszakkal kapcsolatos ügybe keveredett. Tehát ez mutatja, hogy rendszer szintű probléma van, és a mi hazánknak erre teljesen nyilvánvaló javaslata, hogy azt a gyereket kell kiemelni a közösségből, aki terrorizálja a társait. Hogyha betörnek az én házamba, a rendőrség nem azt fogja mondani, hogy én költözzek el onnan, teljesen nyilvánvaló, és abszurd is lenne, hogy ezt így kellene felfognunk. Az iskolákban nem értem, hogy miért nem lehet azt megtenni, hogy aki terrorizálja a társait, azt a gyereket emeljük ki. Ráadásul most Franciaországban be is vezetik ezt, úgyhogy most már egy nagyon erős nemzetközi példánk is lesz erre. Macron országában megvalósul a mi hazánknak ez a javaslata, úgyhogy remélem, hogy újult erővel tudjuk ezt majd fölvetni az őszi ülésszakon is, hogy ezt az igazságtalanságot szüntessük meg. És amiről szintén senki nem beszél, az a spontán szegregáció, ami szintén azokat a családokat és azokat a gyerekeket sújtja, akiknek csak az az elvárása az állammal szemben, hogy a gyerek biztonságban legyen az iskolában, és normális körülmények között tudjon tanulni. De mivel vannak olyan gyerekek, akik ezt ellehetetlenítik, ezért a szülők fogják és elviszik a gyermeküket másik iskolába, ami messzebb van, így nekik az utazási költségük, a családi logisztika megszervezése is rájuk hárul, a gyereket korábban kell kelteni, neki veszi el a szabadidejét, tehát ez teljes mértékben igazságtalan. Az államnak minden egyes iskolában garantálnia kellene a rendet, és azokat a gyerekeket kellene onnan eltávolítani, akik nem képesek ebbe a rendbe beilleszkedni, nem pedig azokat a szülőket és családokat sújtani, akik biztonságban szeretnék tudni a gyermeküket. Tehát ez is egy olyan, és egyébként az eredményekben is kimutatható jelenség, amivel ez a kormány sem kezdett semmit, ahogy egyetlen kormány sem az elmúlt 30 évben. Egy kicsit evezzünk át a családpolitikára. Most olvastam egy nagyon érdekes kutatást, amelyben európai országokban mérték fel azt, hogy ki mit tart az előrelépés lehetőségének kulcsának. És nagyon érdekes adatok jöttek ki, a németek például a kemény munkát, a szlovákok és a csehek a jó oktatást, a magyarok pedig a családi hátteret. Mit gondolsz, mi lehet ennek az oka, illetve ez nálunk milyen sorrendben alakult ki, ez az ilyen Szijjártó Péterek miatt terjedt el a magyar társadalomban, vagy ez a rendszerváltásig visszakövetkeztethető? Hát az urambátyám rendszer tükröződik vissza ebben, tehát a jó kapcsolatok viszik előre a magyarok szerint az embereket, és ez, hogyha körülnézünk egy picit akár a gazdaságban, akár az élet más területein, akkor azért bizony ez ennek van alapja. Valóban az a korrupció, ami ennek a rendszernek gyakorlatilag most már teljes mértékben a része, nem hogy a része, hanem a lételeme, az tükröződik vissza ebben a felmérésben is, tehát nem képzelhető el az oligarchák nélkül ez a rendszer, és ez kezdettől fogva így teremtette meg Orbán Viktor elsőként a mezőgazdaságban. Ugye Ángyán Józsefnek a félreállítása az az eklatáns példája és az állatorvosi lova volt annak, hogy a családi gazdaságokat és a vidék Magyarországát felkarolni igyekvő államtitkár az ő programjával, például demográfiai földprogrammal, hogyan állt félre, és aztán hogyan állt bosszút az ő személyén az egész rendszer, és tette a magyar földet az oligarchák martalékává, nemzetstratégiai hibát követve el ezzel egyébként. Az oktatásra vetítve mindezt, ha végig gondoljuk, akkor itt az állami fenntartásba vétel, tehát a kliknek a létrehozása az éppen azzal a céllal történt, hogy majd csökkennek a különbségek az oktatásban, mert valóban Magyarországon a családi háttér nagyon meghatározza azt, hogy kinek milyen lesz a tanulmányi eredménye, és ebben egyébként az ok felszámolásában még volt is igazsága a Fideszmek, de 10 év elteltével látjuk, hogy ez sem jött be. Tehát a különbségek nem csökkentek Magyarországon, sőt, óriási leszakadások vannak, és a 174 vidéki járásból nagyjából 70-ben a gyerekeknek a szövegértési szintje az a rendkívül alacsony mértékű. Sőt, hogyha a kompetencia mérés eredményeit nézzük meg, akkor azt mondhatjuk, hogy
össztársadalmilag a nyolcadikosoknak a 40%-a nem érti, amit olvas. És ez egészen elképesztő, tehát 40%-a, ezt ízlelgessük egy picit, hogy 10 gyerekből 4 egyáltalán nem érti, 5 gyerekből 2 nem érti azt, amit olvas, és nyolcadikosokról van szó. Tehát lassan a középiskolába kerülők is ott tartanak, hogy meg kell tanítani először olvasni a gyerekeket, vagy legalább arra, hogy értsük meg azt, amit olvasnak. Ugye szövegértésből a legalacsonyabb mérési szintet sem érték el, ez a 40%. Ez azt jelenti, hogy a betűket ismerik, tehát ki tudják olvasni, hogy mi van odaírva, de nem tudják értelmezni azt a szöveget, amit értelmezniük kellene. És nagyon sokan a nyolcadikosok közül még azon a szinten sincsenek, ahol hatodikban kellene lenni, tehát ez is egészen elképesztő. És ezzel nem csak az a probléma, hogy így jutnak el 8. osztályig ezek a gyerekek, hanem hogy onnantól már nagyon nehéz ezzel mit kezdeni. Tehát 14-15 éves gyerekeket már nagyon nehéz felzárkóztatni arra a szintre, hogy őnekik szakmájuk legyen. Hát hogyha visszagondolunk a sokat joggal egyébként sokat kárhoztatott Kádár korszakra, ott azért 14 éves koruk után egy szakmát megtanultak mondjuk 3 év alatt, és onnantól már elkezdtek dolgozni emberek, szakmájuk volt, tehát azért most pedig ott tartunk, hogy 18 évesen még azt sem tudják, hogy mit olvasnak el. És ebben a világban, ahol egyre nagyobb a manipuláció, ahogy említettem, a digitális eszközök által is, meg hát ne is beszéljünk akár a devizahitelválságról, például egy ilyen ember hogy fog tudni értelmezni egy hitelszerződést, hogyha neki az életében mondjuk arra lesz szüksége. Tehát olyan mértékben ki lesznek téve a különböző manipulátoroknak ezek az emberek, hogy az döbbenetes, és akkor a politikáról ne is beszéljünk, hogy mindenféle gagyi, primitív, hazug propagandát le lehet majd az ő torkukon tolni. És hogyha egy kicsit visszább megyünk a fiatalabbakhoz, az általános iskolától vissza mondjuk az óvodákhoz, illetve a bölcsödékhez, ott is azt látjuk, hogy azért nem teljesen rózsás a helyzet, nagyon kevesek a férőhelyek, vannak olyan települések, ahol abszolút ez nem is megoldott, óvodai csoportokat vonnak össze, tehát abszolút mondhatjuk azt, hogy egészségtelen körülmények között nőnek fel ezek a gyerekek, és kerülnek be így az oktatási rendszerbe. Ha már említetted itt az óvodai és bölcsödei férőhelyeket, akkor egy picit áteveznék a demográfia kérdésére, mert ezt tartom a legfontosabbnak a magyar nemzet életében. Tehát ha valami meg tud minket menteni, akkor az egy demográfiai fordulat. Ugyanakkor az is nyilvánvaló, és ezt nagyon sajnálattal mondom, hogy a kormánynak a családpolitikája egyrészt eddig sem hozott demográfiai fordulatot, másrészt nem is alkalmas arra, hogy demográfiai fordulat jöjjön létre Magyarországon. Ennek stratégiai szemléleti okai is vannak, tehát az, hogy kizárólag a 3 gyermekeseket, vagy a 3. gyermek megszületését támogatják ilyen nagy mértékben, az kizárja azt, hogy 2,1 legyen Magyarországon a termékenységi ráta. Hiszen ha végig gondoljuk azt, hogy veszünk mondjuk 10 anyát, mindig van egy, aki gyermektelen. 10-ből mindig lesz egy, akinek nem születik gyermeke, ilyen-olyan okok miatt, akár egészségügyi okok miatt, akár mert úgy dönt, egy mindig lesz. Hogyha 2,1-es rátáról beszélünk, akkor ugye a 10-ből mindenkinek 2 gyermeket kellett volna szülni, és egynek 3-at, akkor lett volna meg. Hogyha a 10. ugye nem szül egyet sem, akkor az ő ráeső 2 gyermeket, azt el kell osztani másik 2 között mondjuk 1-1 arányban. Tehát már is ott tartunk, hogy a társadalom 30%-ának nagy családosnak kellene lennie. Soha nem lesz. Tehát szükség lenne arra, hogy a nagyon nagy családokat is támogassuk, tehát az, hogy a 3 gyermekesek akár szülői életpályával válhassanak 4-5-6 gyermekessé, a 2-3 generációval ezelőtt ez egy sokkal jobban elterjedt modell volt, és hogyha meggyőződésem, hogy nagyon sok olyan nő van, akinek akár 3 gyermeke van, de biztosítottnak látná az ő életüket anyagilag, akkor vállalna még több gyermeket, de azzal, hogyha lemondunk erről, és semmilyen perspektívát nem mutatunk fel a nagyon nagy családok irányába, akkor esélyünk sincsen arra, hogy akár ezt a 2,1-es rátát elérjük. A másik, ami miatt nem csak stratégiai szemléletében, hanem a válság beköszöntével
egyből a családok voltak azok, akiket a legnagyobb hátrány érte. Tehát minden ágazatnak, munkavállalónak, vállalkozónak megpróbáltak valamilyen fajta segítséget nyújtani. A családtámogatások mindegyike reálértéken veszített az értékéből. Tehát nem infláció követő a családtámogatási rendszer Magyarországon, ami azt jelenti egyébként, hogy például a 3 gyermek után járó adókedvezmény, hogyha bevezetése óta, 2012 óta ugyanúgy emelkedett volna, ez ugye 99 ezer forint, mint ahogyan a bérek emelkedtek Magyarországon, akkor annak most 287 ezer forintnak kellene lennie. Ehelyett még mindig 99 ezer forint. De nincsen olyan családtámogatási forma, ami ne veszített volna a reál értékéből január 1-én. Az összes veszített. Nem is az, hogy az egész rendszerre akkor azt mondja a kormány, hogy infláció követő. Erre egyébként azt mondta Orbán Viktor, hogy az államcsődhöz vezetne. De nincs egyetlen egy, ami legalább megtartotta volna az értékét, és a családtámogatási formák is szűkültek, mert 3 családtámogatási formát is megszüntettek, ugye a nagycsaládos autóvásárlási kedvezményt, vagy az otthon felújítási támogatást is megszüntették január 1-ével. Tehát, ahogy beköszöntött a válság Magyarországon, rögtön a családok azok, akik a leginkább megérzik ezt, és nem beszélve az élelmiszer ár emelkedésről, amit szintén mindannyian érzünk a saját bőrünkön. Ez is egyébként a kormány gazdaságpolitikájának a stratégiai hibája, hiszen az, hogy egy ilyen agráradottságokkal rendelkező országban, mint Magyarország, ilyen mértékű élelmiszerinfláció van, ez a gazdasági kitettségünknek a következménye. A Mi Hazánknak a Víradat programja is arról szólt, hogy elsősorban a helyben megtermelt jó minőségű élelmiszerekre, az helyben feldolgozott élelmiszerekre kellene a gazdaságot építeni, ezáltal az önrendelkezésünk is növekedne, és kevésbé lennénk kitéve, legalább az élelmiszerek tekintetében az ilyen világpiaci manipulációknak, mert egyébként nem tudjuk ezt már másnak nevezni, vagy tekinteni, mint világpiaci manipulációnak. Tehát, ha demográfiai fordulat nem következik be, már pedig eddig sem következett be, és sajnos az elmúlt évben a termékenységi arányszám is csökkenni kezdett. Amióta egyébként 2010-ben a Fidesz átvette a kormányzást, azóta 2011-ben még volt egy visszaesés, de minden évben vagy növekedett, vagy stagnált. Ez ugye az egy nőre eső gyermekek számát jelenti. 1,22-ről felment 1,59-re, de most megint visszaesés volt tapasztalható 1,56-ra, tehát nagyon messze vagyunk attól a 2,1-től, amit egyébként Orbán Viktor 2030-ra megcélzott. Most már olyan 1,7-nél kellene tartanunk, hogyha időarányosan szeretnénk ezt elérni. Ez nyilvánvaló, hogy nem lesz meg, mert még csak most kezdtünk el belemenni ebbe az elképesztő válságba, és ez a családtámogatásoknak ez az elértéktelenítése, tudatos elinflálása, ennek a következményei még a következő évekre is ki fognak hatni. Arról nem beszélve, hogy a gyermekvállalás tekintetében érthető módon nagyon érzékenyen reagál a társadalom egy megvonásra, tehát a bizalmat nagyon nehéz megszerezni az emberek részéről arra, hogy vállaljanak több gyermeket, de amint elvonják, ezek az elvonások megtörténnek, már pedig Magyarországon megtörténtek, akkor azonnal érzékelhető a termékenységi arányszámnak a csökkenése és a visszaesése. Ugye a családtámogatások közül talán a családi pótlék az, ami a legtragikusabb állapotban van, és ugye ez is érinti a legtöbbeket ennek az összegéhez. Ugye 2010 óta nem nyúlt hozzá a Fidesz. Ugye ez azt jelenti, hogyha a legmagasabb szintet nézzük, hogyha egy egyedülálló szülő 3 gyermeket nevel, akkor ez azt jelenti, hogy 17 ezer forintot kap készhez egy hónapban. Az infláció követés mellett mivel ösztönözné a Mi Hazánk a gyermekvállalásokat? A családi pótlék egy olyan juttatás, ami nincsen munkához kötve. És itt külön kell választani azokat, és ez szerintem helyes volt a kormány politikájában, hogy azokat a családtámogatási formákat próbálta megnövelni, amik munkához voltak, illetve vannak kötve, hogy a megélhetési gyermekvállalást visszaszorítsák, vagy legalábbis
ne segítsék még jobban. Ezzel az elvvel egyetértek magam is, sőt, még szigorúbb lennék. Ugyanakkor a munkához kötött családtámogatásokban pedig egy picit átestek a ló túloldalára, tehát aki dolgozott, de nem volt elég magas a bére, az meg nem tudta igénybe venni teljes egészében ezeket a támogatásokat, tehát itt lépni kellett volna, és korrigálni kellett volna ezeket, hogy minél többen igénybe tudják venni azok, akik ténylegesen dolgoznak. Az, hogy a gyermekvállalás mondjuk egy hosszú távra tervezett és több évtizedre tervezett kihívás az ember életében, az nyilvánvaló. Ezért olyan intézkedésekre lenne szükség, amelyek ezt biztosítják, és azt látják a családok, illetve a fiatalok, hogy hosszú távon is számíthatnak az állam segítségére, és ha jön mondjuk egy ilyen krak, mint ami most beütött, akkor nem a családtámogatások lesznek az elsők, amiket így elinflálnak. Tehát például az infláció követővé tett családtámogatások, vagy legalább a családi adókedvezménynek az infláció követővé tétele, az egy nagyon fontos programpont lenne. A másik a gyermeknevelési cikkek áfájának a csökkentése, vagy minimális mértékűre, akár az eltörlése, akár a minimális mértékűre csökkentése, hiszen az iskolakezdés kapcsán is beszéltünk erről, de az ilyen infláció az a családoknál még nagyobb mértékben tud jelentkezni, hogyha többen vannak ugye egy családban. Illetve számos olyan apró módosítás van, amivel a gyermekvállalási kedvet ösztönözni vagy növelni lehetne. Egyrészt említettem azt a lábát, azt a kvázi életpályát, vagy családanyai életpályát, hogyha valaki nagyon sok gyermeket szeretne vállalni, és arra teszi fel az életét, hogy őket nevelje, akkor ennek a körülményeit megteremteni, a megfelelő garanciákkal természetesen, hogy itt sem a megélhetési gyermekvállalást erősítsük és segítsük, hanem mondjuk büntetlen előélethez kötni ezeket a támogatásokat. De másrésztről arról is beszéljünk, hogyha egy édesanya dolgozni szeretne a gyermeknevelés, gyermekvállalás mellett, akkor ezt hogyan tudják lehetővé tenni. És ma Magyarországon azt látjuk, hogy az anyáknak a bérhátránya az egészen elképesztő és döbbenetes, mondjuk a férfiakhoz képest, vagy a gyermektelen nőkhöz képest. Tehát a magyar munkaerőpiac és a magyar munkaadók büntetik azt, hogyha valaki gyermeket vállal, és ez egészen elképesztő társadalmi igazságtalanság, amire szintén semmilyen választ nem adott a mostani kormányzat, hogy hogyan segítse azokat a nőket, hogy összeegyeztessék a gyermeknevelést, mint hivatást, és a munkájukat a család életében. Erre is nagyon nagy hangsúlyt kellene fektetni, és akkor számos más kisebb javaslat is van. Például ugye ez a kormány vezette be a bölcsődei gondozási díjat, tehát tette fizetőssé a bölcsődéket, ezt kevesen tudják. Így szintén kizárva azokat, akik nem keresnek annyira jól, illetve sok esetben azért is maradnak tovább otthon és távolabb a munkaerőpiactól az édesanyák, mert így még kevésbé éri meg nekik visszatérni, hogyha a gondozási díjra elmegy a fizetésének az X százaléka. És hát a családi logisztika életében az egyik legbonyolultabb pont az a nyár, és hogyha jól tudom, akkor a Mi Hazánknak erre van is egy új kezdeményezése a gyermekmozgalomról. Hallhatunk még néhány szót? Valóban nagyon fontos, hogy a 11-12 hetes nyári szünetben értelmes programokkal töltsük ki a gyerekeknek az idejét, és ne a már említett algoritmus nevelje őket, vagy csak azzal foglalkozzanak, hogy nyomkodják egész nap a telefonjukat. És valóban, bár nem vagyunk állam, és nem vagyunk kormányon, de a Mi Hazánk mozgalom is kínál ilyen lehetőséget a gyerekeknek. Ez a gyermekmozgalom, ez első alkalommal indul ebben az évben, Cserháthalápon és Homorúdon tölthetnek el egy-egy hetet, de említhetném az előző beszélgetésre visszautalva a Magyar Önvédelmi Mozgalomnak a gyermektáborát is, ahol szintén személyesen is volt alkalmam néhány órát eltölteni, és remek hangulatban, jó programokkal, értékes, értelmes időtöltéssel, szép környezetben látják gyakorlatilag vendégül a fiatalokat, különböző korosztályokat is, és tényleg egy jelképes díjjal, napi 2500 forintos díjjal lehetett részt venni ebben a táborban is.
Tehát a Mi Hazánk mozgalom és a Magyar Önvédelmi Mozgalom is azért mozgalom, mert túl szeretnénk lépni azokon a kereteken, amit egy szűk értelemben vett párt tud csinálni. Nem csak abból áll az életünk, hogy a parlamentben elmondunk beszédeket, vagy benyújtunk indítványokat, hanem igyekszünk mi magunk is olyan szolgáltatásokat nyújtani adott esetben ezzel a gyermekmozgalommal is, amit inkább az államnak kellene, de mivel az állam nem teszi, ezért mozgalmi alapon mi magunk szervezzük meg, de az ország legnagyobb majálisát is mi szervezzük, ahol szintén az összes gyermekprogram egész nap ingyenes a lovaglástól az ugrálóvárakig, tehát rengeteg olyan kezdeményezésünk és konkrét eseményünk van, amivel próbálunk a szülőknek segíteni, és nem beszélve a szabad egyetemünkről, ahol szintén számos olyan előadást tudunk összehozni, ami egyébként a fiatalok számára is, vagy érdekes, és a szülők számára is hasznos tud lenni.